A vidékfejlesztési programból 95%-os támogatási intenzitásra újították fel Vállajnak ezt az útszakaszát. Az Ágerdő-Majorra vezető út jelentős forgalmat bonyolít, főleg mezőgazdasági gépek használják. Az 1970-es években épült út közel 1000 hektár földterületet ölel át. Ennek az útnak egy több mint egy kilométeres szakasza kapott egy új kopóréteget, és erre csatlakozott rá három új út, amely részben zúzott, részben aszfaltos résszel segíti a különböző földterületekről, a földutakról a feljutást a főútra. Emellett 11 másik külterületi mezőgazdasági útszakasz is megújult a térségben, így ezek a fejlesztések több település gazdáinak jelentenek gazdasági hasznot. Ez a komplex csomag összesen 16 kilométert jelent, több mint 1 milliárd forint értékben. A gazdálkodóink a termőföldjeiket gyorsabban és könnyebben meg fogják közelíteni. Ez gazdasági hasznot fog jelenteni, mert a következő időszakban szerintem el fognak gondolkodni rajta, hogy ezeken a földeken esetleg öntözést valósítsanak meg, és így intenzív kultúrákat is tudnak majd ide telepíteni, mert hogy könnyen megközelíthető lesz ez a terület. Nem csak a helyi közutak fejlesztése Vállaj község külterületén című projekt zárult le, hanem a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése is. Közmunkaprogram keretében folyamatosan végeztek javításokat ezen a rendszeren, most azonban közel 50 millió forintból nagyobb léptékben tudtak fejleszteni. Így toppos forrásból most új folyókákat alakítottak ki, a meglévő földmedrű árkokat burkolták, a régieket pedig felújították. Jövőre indul egy komolyabb felújítási program 7 települést érintően hazai fejlesztési forrásokból lesz Szatmárban valósul meg ez a fejlesztés. Ugyanakkor változatlanul nagy szükség van, hogy ezeket az elmaradt csapadékvizes fejlesztéseket is megvalósítsuk, úgyhogy a következő 7 évben is, a következő 7 éves uniós fejlesztési ciklusban is számolunk ezekkel a fejlesztési igényekkel. A megyei közgyűlés elfogadta a stratégiai dokumentumát, amire alapozva a fejlesztési programunkat tervezzük, és feltehetőleg jövő év márciusában, áprilisában el tudjuk fogadni a következő 7 évre vonatkozó fejlesztési programot. Ennek azonban már versenyképes Magyarországért program lesz a neve, ezzel is hangsúlyozva a program üzenetét, miszerint minden fejlesztés a gazdasági fejlődést célozza meg, valamint azt, hogy a vidék népesség megtartó képessége tovább növekedjen.